New Holland traktorokkal mutatta be munkagép kínálatát az IKR ZRT a 27. bábolnai nemzetközi gazdanapok alkalmával. A cég minden nap gyakorlati előadással várta az érdeklődő gazdákat. A gyakorlati bemutatónk címe is egyben hordozza a gépek típusát. Fenntartható, költségtakarékos mezőgazdasági megoldásokhoz próbáltunk gépeket ajánlani a talajművelés, a növényvédelem és a vetés tekintetében. Ugye jellemzően a mi gyakorlati bemutatónk főként KUN gépekkel vannak tele, ugye a talajelőkészítéstől kezdve egészen a vetésig, illetve mivel a Hardy kizárólagos forgalmazói vagyunk, ezért a növényvédelem gépei között a Hardy szerepelt egy újdonsággal, ami egyébként a bábolnai napok külön díját is elnyerte, ez volt a Hardy Alfa Evo önjáró permetezőgép, de természetesen az IKR kínálatából nem hiányozhat a hegyi önjáró gépek bemutatása sem, valamint egy újdonság volt még, ez pedig a Strom talajművelő eszközök bemutatkozása, az első bemutatkozása a bábolnai napokon. A cseh Strom forgalmazásával 2 éve kezdett el foglalkozni az IKR ZRT, és most a közönségnek is bemutatta a sárga talajművelőgépeket. Robusztus, nehéz talajművelőgépeket gyártanak. Egy kicsit úgy éreztük, hogy a kínálatunkból hiányzik a magas lóerő tartományokba ajánlható nehéz és nagy mélységben dolgozó forgatás nélküli művelésben alkalmazható gépek kínálata. Így került a Strom az IKR-hez. A sikereink évről évre nőnek, és ezt a gyakorlati bemutatón hát visszaigazolásként meg is kaptuk. A gazdálkodók nagy érdeklődéssel várták a New Holland új traktor szériáját is, amelyeket már FCR technológiával lehet kapni. A New Holland mind a világ egyik legnagyobb gyártója. Célunk volt bemutatni az egészen a 90 lóerős kategóriától egészen a, ugye hát a plafont jelentő 390 lóerős erőgépekig. Igazából itt a szántóföldi bemutató keretében a teljes géppalattát felvonultattuk. Szerepeltek ugye a TIR 3-as TIR 4 váltás miatt már úgymond kifutó szériák, és még a bemutatóban utolsó darabok még elérhetőek belőle, illetve hát szerencsére módumban állt bemutatni az új szériákat is, mint például a T7-es széria, a T6-os széria, a T8-as széria különböző modelljét. Minden mezőgazdasági gépgyártól a kötelező érvénnyel idéntől életbe lépett a TIR 4-es környezetvédelmi szabvány, amely mindenkire kötelező érvényű, így hát ugye ezt az úgynevezett AdBlue adalékanyagoló rendszerrel ellátott SCR rendszerek, amik már Euro 5-ös néven ismerté váltak tehergépjárművekben, ezek lettek átültetve mezőgazdasági gépekbe, ez igaz a 100 lóerő fölötti kategóriát képviselő erőgépekre. Nyilván ugye, ahogy minden gyártó a komfortfokozatot, illetve a különböző technikai újdonságokat nyilván ezekben a gépekben már beépítették, és ezeket is sikerült bemutatni a bemutató keretében.